először azt hiszem 2004-ben játszottam a Szép Antónió című kétrészes olasz tévéfilmben egy lengyel zsidó lányt, akit elszakítanak a szerelmétől, és aztán szerencsére újra találkoznak a háború végén. Aztán játszottam egy Exodus című filmben, ott is Szárát, egy zsidó lányt alakítottam. A Le ragazze dello swing, a swing lányaiban egy holland zsidó lányt játszottam, aki szintén Olaszországban élt, és akkor deportálták, és börtönbe is került. És utoljára pedig tavaly 2013-ban játszottam Roberto Faenza filmjében, az Anita B. című filmben, aminek az a különlegessége, hogy ez a magyar származású Brooke Edith regényéből készült. Mennyi csillag van az égen címmel írt egy önéletrajzi ihletésű regényt. Megkértem a rendezőt, hogy hadd ismerkedjek meg Brooke Edith-tel, hiszen ő is Rómában él. És meg is történt ez a találkozó, illetve több is. És nagyon jól sikerült. Úgy érzem, hogy Edith is a bizalmába fogadott engem. Biztos azért, mert magyar vagyok. És emlékszem egyszer, én, mint nagy patrióta, mondtam neki, hogy mikor járt utoljára Magyarországon, és hogy jöjjön el, mert én gyakran járok haza, azóta már még többet, és itthon is élek. És Brooke Edithnek volt egy olyan reakció erre, hogy így teljesen hátrahőkölt, és elzárkózott, és tiltakozott, hogy ő, és nem. Nem. Ő nem szeretne Magyarországra jönni, és nem is fog többet. Nagyon meglepődtem ezen, és mondta, hogy járt ő Magyarországon, azt hiszem 10-15 évvel ezelőtt valamilyen ügyből kifolyólag, és rossz volt neki az, hogy előjöttek belőle az emlékek, a hangok, az illatok, a színek, a Duna, és hogy hiába telt el 50 év, vagy még több, azt a sebet nem lehet begyógyítani, amit ő kapott itthon. Tehát ő elvesztette a szüleit, ő neki el kellett hagyni az országot, külföldön nevelkedett, 16 éves korában elment. És ez egy begyógyíthatatlan seb ő benne. És azt hiszem, hogy ez számomra a legnagyobb tanulság, hogy lehet-e valakinek akkora traumája az életben, hogy évtizedek alatt sem lehet feldolgozni, és begyógyítani, és túltenni magát rajta. És ekkor pendült meg bennem az a húr, ami olyan mélyen volt, hogy megértettem, hogy milyen mélyen történtek ezek a dolgok az emberek lelkében, és megpróbáltam maximális tisztelettel eljátszani ezt a szerepet.